Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. A mai napra is egy nagyon finom ételt hoztunk nektek, bakonyi máj, habart máj, bakonyi gombás máj, nagyon sokféle néven ismert, higgyétek el, roppant mód egyszerűen összeállítható, és én azt mondom, ennek az ételnek is ott van a helye az asztalon, főleg, aki szereti a gombát, szereti a csirkemájat, szereti a jó szaftos tejfölös ételeket, hát az megleli ebbe az örömét, higgyétek el. Szilvike mutatja az alapanyagokat, és talán ebbe az esetben is mondhatom nektek, mosolyog az áru, hiszen szépséges, jóságos minden, és ilyen alapanyagokkal szó szerint öröm dolgozni. Láthattok csirkemájat, kolozsvári szalonnát, füstölt csemege szalonnát, petrezselymet, zöld aranyat, nyilván ki se hagynám belőle, vöröshagymát, fokhagymát, egy kevés tarhonyát, gépi tarhonya, mi nagyon-nagyon szeretjük, de nyilván a házi tarhonyát is föl lehet használni. Láthattok fehér csiperkét, egy nagyon kevés lisztet, amit ki lehet hagyni, és majd mondom, hogy mikor. Darált paprikát, paradicsomot, paradicsompürét. Na most ennél a szakasznál elmondva, nyilván nyáron a primőrnél, amikor tényleg jó ízű a primőr, lehet azzal dolgozni. Én ilyenkor már ezzel szoktam, és nagyon-nagyon jó, fönn van a receptje mind a kettőnek, vagy éppen ha nem az enyémet főzitek meg, ilyen házi befőzéssel, nyilván az üzletbe is lehet kapni akár paprikát, és akár paradicsompürét ebbe a formába. Tejfölt láthattok, 20%-os jóféle zsíros tejfölt, piros paprikát, sót, egy nagyon kevés köményt fogok főhasználni, és roppantott borsot, kezét csókolom, ennyi az össz alapanyag, amit föl fogok használni, és nyilván majd, amikor ki fogom sütni a szalonnának a zsírját, szándékosan nem használok plusz zsírt, abba a pici elcsent zsírba fogom lepirítani a jóféle tarhonyánkat. Kezdünk azonnal, mutatok nektek mindent lépésről lépésre. Jöjjönnek ki szalonna kockázás, nagyon sok videóban megmutattam nektek már ezt is. Lényegében egyetlen egy jó tanács, hogy amikor szalonnával, ilyen jó kis füstölt szalonnával dolgoztok akár, magasabb szalonnával, szélesebbel, és hogy ne legyen ez a nyikli-nyakli fejezet, tudjátok, érdemes a hűtőbe, akár a mélyhűtőbe betenni 10-15 percre. Nyilván nem fog megfagyni, de egy kicsi tartása lesz a szalonnának. Na, kockázzunk, sok-sok videóban mutattam már nektek. Vágtok ilyen kis szeletkéket, itt be is fejeztem, kezit csókolom, levágom, nézzétek meg, ebbe a helyzetbe fölállítom, és jöhetnek a keresztvágások, ennyi az egész. Mindjárt alakítunk egy nagyon-nagyon picit rajta még, tökéletes, megfogom, lefektettem, egy nagyon picit megnyomkodom, és nézzétek meg, a szokásos módon megkapjuk ezt a több száz kis apró kockát, nem kell killódni vele, nem nyeklik, nyaklik, kezit csókolom, nézzétek meg, amikor ide érkeztetek, lefektetitek, és így ugyanezen a módon le lehet választani a többi kis kockát, ennyi az egész, és szoktam volt nektek mondani és mutatni, ezt a bőrt semmiféleképpen nem szabad kidobni, hiszen nagyon-nagyon sok és finom ételbe el lehet használni. Na, menjünk tovább, itt a kolozsvári szalonna, ez egy pici darab, látjátok, erről is leválasztottam a bőrt, a bőrt úgy szintén el kell tenni, lencsébe, babba, nagyon sok finom ételbe el lehet használni. Itt is jöhetnek a kis szeletkék, nem kell finomkodni nagyon vele. Itt óvatosan lefektetitek, és mondjuk kettőt összefogtok. Ennyi, jöhetnek az apró kockák, pillanatok alatt meg vagyunk vele. Jöhet a csemege szalonna, füstölt csemege szalonna zsírjának a kisütése. Lényegében tűzforra a serpenyő, föl kell tenni, föl kell jól melegíteni. Egyébként úgy gondoljátok, akár hideg serpenyőbe is el lehet indítani. És látjátok, pillanatok alatt meg fog történni a folyamat. Ez kb. 2-3 perc alatt maximálisan, de lehet, hogy még hamarabb, igazság szerint attól függ, hogy hogy állítjátok be a tűzhelyet, ki fog sülni. Na most, jó tanácsként mondom, ne hagyjátok magára, még ha úgy gondolnátok is, hogy elmehettek, hiszen folyamatosan keverni kell, hogy ennek a szalonnának ne csak az egyik fele süljön meg, tehát erre érdemes odafigyelni. Azonnal dobom rá a kolozsvári szalonnát, pillanatok alatt megleszünk, és látjátok, a folyamat nagyon-nagyon gyors. Meg is vagyunk ezzel a folyamattal, nézzétek meg, fantasztikus illatok, kisült a szalonnának a zsírja. Ebben a pillanatban jöhet a kolozsvári szalonna,
adunk az érzésnek, adunk a törődésnek, ropogósan meg fogjuk sütni. Itt egy nagyon-nagyon picit már levettem a tűzhelyet, lényegében ez is egy 2-3 perces folyamat, menet közben megyünk és összevágjuk a fokhagymát és a vörös hagymát. Foglalkozhatunk a vörös hagymával, a fokhagymával, miközben sül a kolozsvári szalonna, pont annyi idő, hogy kényelmesen össze tudjuk vágni. Ebben a helyzetben, és ennél a receptnél nem finomra, nem gorombára vágjuk a hagymát, hanem akár fél főre, fél karikára. Amikor el van felezve egy hagyma, nézzétek meg, elfordítom, ez a fél karika mód, és ebbe a helyzetben meg a fél főre vágás történik. Na most ezzel kapcsolatban bármelyik formát tudjátok használni, fél főre, fél karikára, teljesen mindegy. Egy nagyon-nagyon picit meg fogom morzsolni majd a hagymát, és úgy teszem rá zsiradékra. Na, ezt még gyorsan felszeljük ebbe a formátumba. Az utolsót majd külön teszem, és nézzétek meg a fokhagymával összességében ennyi az egész. Egy nagyon pici roppantyú művek, megroppantjátok a késlappal, és ilyen gorombára össze kell csapni. Ennyi az egész, semmi nagy művelet nincsen rajta. Ezt nagyon gyorsan még befejezem, és mutatom nektek a másik hagymát, pontosabban az egyeltett hagymát, ezt lényegében a tarhonyához fogom főhasználni. Na itt ebbe az esetben jöhet a goromba vágás, és ilyen nagy darabokra el fogom nagyolni, így vágom össze, ez majd a tarhonyához megy hozzá. Meg is vagyunk a hagymavágással, ezt félreteszem. Megyünk a szalonnához. Meg vagyunk a kolozsvárival is, nézzétek meg, csodálatos élmény még látni is ezt a szépséges és nagyon gyönyörűen pirosra kisült szalonnát. Na, lépjünk egy nagyon picit tovább, hoztam ide egy kis pixist, benne egy pici szűrővel, annyit fogok tenni, borítunk, és körülbelül 3 ilyen nagyon pici merőkanál, legyen még egy pici, zsiradékot kiszedtem belőle, látjátok, merőkanalat odébb teszem, ezt szépen vissza fogom borítani, nincs rá szükségünk. Tehát itt ebben az esetben megkaptuk azt a zsiradékot, ami kell majd a gomba alá, ugye az is nagyon-nagyon fontos, és természetesen a tarhonyához. Na, látjátok, megmorzsoltam egy nagyon picit a hagymát, ez azt jelenti, hogy a markomba egyszerűen összemorzsoltam, szálaira szedtem, kezit csókolom, mehet a szalonnához, és lényegében át fogom pirítani. Ez körülbelül megint csak egy 2-3 perces folyamat, nem teszek hozzá sót, többek között azért is, mert a kolozsvári nagyon sós, és a másik szalonnának is megvan a sótartalma. Na, megyünk, földolgozzuk a májat. Elkezdtem feldolgozni a májat, és lényegében ebbe az esetben is szoktam volt mondani nektek, rátok van bízva, milyen nagyságúra teszitek az ételbe. Lényegében én egy csirkemájat elfeleztem, felezetten, és nyilván elő van készítve, meg van pucolva, minden olyan kis alkatrész el van távolítva róla lényegében, ami nem oda való, Epe és társai, van egy ilyen videó is, föl meg tudjátok nézni. Na, azt szerettem volna mondani nektek, egy felezett májat ismételten csak felezek, és ilyen nagyságba kerül az ételbe, nagyon jól fog mutatni, nem szabad, én azt gondolom, ellaprózni, hát amikor kitálalom, látni fogjátok. Na, tehát egy ilyen májat elfelezitek, kezit csókolom, meg is vagytok vele. Ismét tovább léphetünk, látjátok, egy nagyon picit megrogyasztottam a hagymát, és lényegében ez a rogyasztás csak annyi időt vett igénybe, ameddig foglalkoztam a májjal. Na, hagyj szóljon, jöhet a jóféle kis csirkemáj, lényegében annyit fogok tenni, és most fölteszem a tűz helyerejét egy 7-es fokozatra, hogy egy nagyon-nagyon picit meg fogom pirítani a májnak az egyik oldalát, addig össze se keverem, és lényegében utána lehet átforgatni, jöhet az ízesítés. Egy dologra illik, vagy pontosabban érdemes odafigyelni, a máj az nagyon-nagyon érzékeny, sérülékeny, tehát óvatosan mindig egy kicsit alulról fölfele, majd át kell forgatnunk. Egy 2-3 perces folyamat, miután megfordítom először. Megsütöttük a májnak egy kicsit a hasát, az alját, mint látjátok, ez pár perc alatt megtörtént, és lényegében, mint mondtam nektek, nagyon-nagyon óvatosan el lehet kezdeni fordítani a májat, és lényegében addig tényleg ilyen óvatosan kell eljárni, míg mind a két oldala maximálisan nem sül meg.
ilyenkor a legjobban sérülékenyebb a máj. Na, jöjjön az ízesítés, fűszerezés. Sóval nagyon-nagyon óvatosan fogok bánni, hiszen a paprikakrém is sós, tudjátok, a két szalonna is, tehát minimalista módon csak ennyit teszek rá, és nyilvánvaló, hogy szoktam volt mondani, említeni, folyamatában az étel elkészítése alatt kétszer-háromszor érdemes kóstolni. Piros paprika, édesnemes piros paprika, 2 teáskanál a mennyiség. Jöhet a tört bors, roppantott bors, ebből egy ilyen csapottal teszek hozzá, hoppá, ne bénázzál, Szoki. És jöhet a kömény, őrölt kömény, itt egy ilyen félpupost alkalmazok, összesen nagyon-nagyon kellemes ízek fognak kialakulni. Jöhet a darált paprika hozzá, és itt be lehet vetni a csípőset is, ha úgy gondoljátok. Abszolút de jó, és elmegy hozzá, jöhet a paradicsompaszta, paradicsompüré, ezt a két edényt nyilván még ki is fogom öblíteni videón kívül, hogy ne is lássátok, hogy öblítek. Na, viccen kívül jöhet egy kis rogyasztás, kavarás, egy nagyon-nagyon picit össze fogom pirítani így, ez megint összesen egyetlen egy perc, hozok egy kevés vizet, és fedő alatt elkezdjük főzni, foglalkozunk a gombával. De természetesen ezt is meg fogom mutatni nektek. Nézzétek meg, ebbe a formában már fantasztikus az egész. Hát még majd, ha kész lesz. Megyünk gombászni. Meg vagyunk a májnak a pirításával. Lényegében annyi ideig pirítottam, ez legyen egy 2 perc, míg a gombát alaposan és nagyon szépen átmostam. Ezek után jöhet a felöntés. Annyit szoktam tenni, úgy szoktam elkészíteni az ételt, hogy semmiféleképpen nem levest főzünk, tudjátok. Tehát csak annyi vizet fogok hozzáadni, és mutatom, hogy éppen majdnem, hogy csak ellepje, ne lepje el. Mutatom is nektek, ennyit teszek hozzá, nem többet. Hozom a fedőt, ráteszem, nagyon lassan elkezdem főzni, egy 3-as-4-es fokozaton, és lényegében mehetünk gombát vágni, pirítani, és a tarhonyát föltenni, ja, és a petuskát összevágni. Dolgozhatunk a gombával, ezt is sok-sok videóban megmutattam nektek. Lényegében rátok van bízva, és mindjárt megmutatom nektek, hogy milyen típusra, milyen szériára, milyen nagyságra vágjátok föl. Annyi még látjátok, nagyon gyorsan átpörgettem a gombát. A gombának a tönkje, a kalapja, mindene felhasználható, a héja is, nem kell lehúzni, higgyétek el. Főleg amikor ilyen szép, tehát ebben az állapotban nem is nyúlnék hozzá semmiféleképpen. Amikor nagyon meg van barnulva a gomba, és úgy gondoljátok, húzzátok le a héját. Na, alaposan átpörgetve a gomba folyóvíz alatt, jéghideg folyóvíz alatt, annyit lehet tenni, és tudjátok, a gombának nagyon magas százalék víztartalom, tehát 85-90-92%-os víztartalom. Ez esetben átpörgettem, annyit lehet még tenni, fogtok egy kéztörlőt, és egyszerűen pár lódítással nézzétek meg, fordul vissza a kéztörlő, kétszer-háromszor kezit csókolom, ez elmenekült, látjátok, át is van szárítva, meg is van szárítva a gomba, nem kell sokat foglalkozni vele. Na, Szoki, ne pofázz annyit, jöjjön a felvágás, mondom nektek és mutatom, akár ebbe a formátumba föl tudnám vágni, ez egy nagyon-nagyon laza, vékony, szeletes gomba. Na most ebbe az esetben azt mondom nektek, nem mutatna az ételbe. Mit fog Szoki bácsi tenni? Ezt fogja tenni, föl fogja cikkezni a gombát, ilyen kis gurítós módszerrel, nézzétek meg, és még azt mondom, hogy ez se olyan nagy, tehát azt is meg lehet tenni, egyszerűen 3 vagy 4 cikkelyre megvágjátok a gombát, ez is teljesen jó, vagy mint mutattam, gördítitek, és ezen módon van fölvágva, ami nagyon-nagyon pici gomba nyilvánvaló, akár kettébe elvágva mehet az ételbe. Na, így fogok eljárni, és nem sokára pirítjuk. Mint látjátok, föltettem egy wokot a tűzhelyre, és az elcsent zsíradéknak a felét belehelyeztem. Füstölünk, füstölünk és füstölünk. Ez nem azt jelenti, hogy égünk, tudjátok. Tehát tűz forra a serpenyő, pontosabban a wok és a benne lévő zsír. Az alaposan lecsöpögtetett és felvágott gombát bele fogom borítani, és lényegében ott is úgy teszek, mutatom nektek, amikor beletettem a gombát, egyelőre meg se forgatom, az alja süljön oda, amikor egy fél percen belül megsült az alja alaposan, átforgatom, és körülbelül egy olyan 2-3 percig át fogom pirítani, se só, se bor, semmit nem teszek rá, ez így lepirítva megy majd a májhoz, mutatom nektek folyamatába.
Megadhatjuk a törődést a Petruskának is, lényegében látjátok, egy kis csokorral dolgozom, ami lényegében nem is egy kis csokor, hát egy közepes csokor, egy szép nagy adag, de higgyétek el, ennél az ételnél is bőségesen el fog férni, hiszen kerül bele, és tálaláskor is jó meg fogom zúdítani. Ne tovább, még a tarhonyába is teszek egy keveset. Na, látjátok, nagyon szép és zsenge a szár. Ebben az esetben nem szoktam leválasztani, nem teszem húslevesbe, különféle alaplevekbe megtehetném nyilvánvaló. Így ebbe a formába elvágom három fele, kupacolok, tudjátok, ahogy szoktam, összefogom, és lényegében gorombára összefogom vágni. Mint említettem, kerül majd az ételbe, és külön teszünk még a tarhonyába, a leges legvégén meg is hintjük vele ezt a jóságos ételt. 5-6-szor át lehet menni rajta, amennyire gondoljátok, tehát olyan finomságúra kell összevágni, én majd mutatom nektek, hát én szeretem ebbe az esetben is a goromba módozatot. Pár vágás és készen is vagyunk, nem is vágom tovább. Amikor mondjuk jön a tálalás, akkor érdemes azt a kicsi kupacot mondjuk, amit meghajtok, egy nagyon picit még összevágni, az ne legyen nagyon durva. Itt meg is álltam, ennyi volt az egész, nézzétek meg, csodálatos. És milyen illatok vannak. Ennyi volt. Mint látjátok és halljátok ezeket a csodálatos hangokat, már át lehet keverni a gombát, elkezdett lepirulni, nézzétek meg. Egy nagyon-nagyon pici víz kijött belőle, nyilvánvaló, hiszen annyira nem lehet leszárítani egy gombát, hogy a belső víztartalmát elvonjuk, de látjátok, pirulgat, körülbelül egyetlen egy vagy másfél perc még, amikor mindenhol azt látom, hogy ilyen gyönyörű, szép aranyszínű, dobom a jóféle májhoz, megmutatjuk nektek. Ezt nézzétek meg, éppen csak zümmögtetem 3-as fokozaton, botrányosan jó erős a szaft, ezt nézzétek meg, hamarosan megy bele a gomba. Meg is vagyunk ebben a gyönyörűséges gombával, nézzétek meg, a tűzhely ezen oldalát le is zárom, a májról leugrik a fedő szerkezet, hozom a gombát, és pár mozdulattal bele fogom lapátolni, egyszerűen el fogom keverni, adunk egy nagyon-nagyon pici petruskát neki, érzéssel, hogy maradjon a végére is, ezt azonnal leteszem és jövök. Na, lényegében amit most láttok, össze fogom keverni, hát így magába azt mondom nektek, csodálatos, nincs összetörve a máj, nagyon szépen egybe van, és nézzétek meg a gombadarabokat, precíziós étel. Na, jöjjön egy kevés petrezselyem, nem kell sok, egy két csipet, két erős csipet, hozzá fogok tenni még egy nagyon-nagyon pici vizet, körülbelül ennyit, hát akkor áttesszük az egészet, ez nem sok, egyébként így önmagában 4 deciliter víz, caklipak az egész. Egy nagyon picit összekeverem, visszateszem a fedőt, készítjük a habarást, és egyúttal föltesszük a tarhonyát is. Tökéletes. Ennek az ételnek így még van kb. 8 perc hátra. Patent. Készülhet a habarás. Látjátok a megadott mennyiségű tejfölt, a nagyon kicsi lisztet, és ebbe az esetben elmondom nektek, mint az elején is említettem volt, aki gondolja, teljes mértékben liszt nélkül el tudja készíteni, a forró szavból belemel a tejfölbe, visszaönti, kiforralja, kezdi, csókolom, mennyi volt az egész. Na de, én szeretek egy pici lisztet benne, tehát annyit fogok tenni, ez egy ebőkanál összesen, megfogom, hozzáteszek egy nagyon-nagyon pici vizet itt az elején, és majd hozzápumpálunk még egy picit. Első körbe elkezdem kikeverni, lényegében az a fontos, hogy teljes mértékben ez csomómentes legyen. Tökéletes. Keverem, kavarom, egy nagyon-nagyon pici időt ráfordítok. Ebbe az esetben jöhet hozzá még egy pici víz, meg egy kis petruska is belement, nem baj, szeretjük, és illik hozzá. Tartozék, mondhatnám. Na és látjátok, teljes mértékben kikevertem, leugrik a fedő, egy nagyon picit visszacsöpögtetünk, odébb helyezem a fedőt, egy kicsit el kell másznom hozzá, és lényegében, mint említettem nektek, manipulátor kiugrik, hozok egy nagyon pici merőkanalat, és itt lényegében, ha jön egy kis gomba, nem számít, a forró léből átpakolok, ki fogom keverni ezt is csomómentesen nyilván,
Ez egyetlen egy másodperc, és az egészet vissza fogom zúdítani. Körülbelül egy perces kiforralás, és kész is az étel. Készítjük a tarhonyát. Ennyi az egész, látjátok. Roppan volt egyszerű, és azt mondom nektek, eszméletlen finom étel. Na, zúdítsunk egyet. Keverjünk rajta óvattyával, és nézzétek meg, egy kiforralás, lezárom, menet közben készül a tarhonya. Mielőtt lezárnám, még egy erős csipet petrezselymet teszek hozzá. Kész is az a jóféle étel. Ezt már fedő nélkül teszem meg. Tökéletes. Készen is van, pirítom a tarhonyát. Pirulhat a tarhonya, és látjátok, most ebben az esetben az elcsent zsíradéknak a másik felét is felhasználjuk. Egyszerűen elkezdtem fölmelegíteni, hozzáöntöm a tarhonyát. Lényegében az a cél, hogy alaposan szép barnára, én nagyon-nagyon szeretem sötétre, le fogom pirítani, és mindenki ahogy gondolja, ahogy szereti, én ezt mindenféleképpen így szoktam megtenni, ne hagyjátok itt, nagyon-nagyon hamar meg fog pirulni. Mint látjátok, ezt a jóféle kis ételt el is készültünk, és említettem volt nektek, mielőtt lezárnám, még egy erős csipet törődés, nem is egy, kettőt teszek rá. Látjátok az állagot, nagyon-nagyon klassz lett, nem túl sűrű, nem híg, ez pontosan így tökéletes. Na, egy 20-30 másodperces kiforralás, és valóban elkészült az étel. Miután elkészült, ráteszem a fedőt, és egyszerűen így pihentetem, ameddig a tarhonya el nem készül. Itt lényegében két ilyen bő teáskanásót fogok hozzátenni menet közben. Megkaptuk a gyönyörű szép barna színt, ami illik ehhez a tarhonyához, és menet közben hozzákerült a két teáskanásó. Nincs más dolgunk, hiszen hagymás tarhonyát készítünk. Egy nagyon-nagyon picit át fogom futtatni rajta azt az egyfej vörös hagymát, amit gorombára összevágtunk, és ebben a helyzetben már le is veszem egy kicsit a tűzhelyet, még egy 3-as fokozatra, jöhet hozzá a vörös hagyma, ez lényegében egy pillanat alatt megvan, pontosabban egy olyan 1,5-2 perc. Az a lényeg, hogy ezen a nagyon kellemes kis forró és zsíros tarhonyán pörgessük át a hagymát. Halljátok, én meg érzem is, tökéletes. Mutatom nektek, végeztünk ezzel a folyamattal is, nagyon kellemesen áthúztuk a hagymát ezen a nagyon finom kis zsíros tarhonyán, és látjátok a színhatást, mi kell még, semmi más, 1 liter forró víz, hiszen 1/2 kiló tarhonyával dolgozunk. Na, hagy szóljon, öntöm is hozzá, kezetekre vigyázzatok, felcsap a gőz nyilvánvaló, és ebbe a helyzetben már végig takarékon kell menni. 2-es, 3-as, 4-es fokozat, kinek milyen a tűzhelye nyilvánvaló, ráteszem a fedőt, megfőzzük, ez kb. Egy olyan 15 perc alatt megvan, nem kell piszkálni ugyanúgy, mint a rizst, egyszer az elején esetleg meg kell keverni, meg lehet keverni, rá a fedőt, kezit csókolom, hamarosan mutatom nektek. Mutatjuk a végeredményt, csodálatosan megfőtt a tarhonya, nézzétek meg, ennyi össze lehet egy nagyon-nagyon picit ilyenkor keverni, és annyit teszek, mint a végén is mondtam volt nektek, egy nagyon-nagyon pici petrust hozzáadok, körülbelül 2 erős csipettel ismételten, össze fogom keverni, és kb. Egy olyan 10-12 percig dagadni hagyom, ennyi, jövünk, tálalunk, lényegében készen vagyunk az egész étellel, csodálatos úgy a tarhonya, mint az a nagyon kellemes kis májacska a finom gombával, tálalunk. Ismét egy érzékeny búcsú Szoki konyhájából. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Ha megtetszett ez az étel, készítsétek el. Ne tovább mondom, rengeteg étel találtok nálunk, és főként látjátok, tudjátok, ismertek magyaros vonal. Én azt gondolom, ennek az ételnek is ott a helye az asztalon. Habart máj, habart bakonyi gombás máj, egy tökéletes dolog. Aki szereti a resztelt májat, és jóban van a tej, főleg gombával, az ugyanazt az élményt kapja, fantasztikus fűszerezéssel, egy kis piros paprikával, köménnyel, borssal, tehát itt hiba nem lehet, benne van a kolozsvári szalonna, a füstölt szalonna, jóféle magyaros vonalat takarva építkeztünk, építettük meg ezt az ételt. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel,
fogyasszátok el nagyon egészséggel, ja, és hagyd mutassam még meg a szaftot, hát ez a leges legfontosabb. Aki szereti a szaftos ételeket, mindenféleképpen pakolja oda, ez alá akár egy rizst is elkészítve, egy burgult, akár sült krumplit, nokedlit, és nem is sorolom tovább, teljes mértékben mindegyik fantasztikus. Na, bocsánat, javítok egy kicsit, mert maradt még egy kis petrus, összetúrtam itt a rendszert, na, így már mindjárt más, és látjátok, hát petrussal nem spóroltunk, hiszen nagyon-nagyon illik az ételhez. Na, még egyszer fogadjátok nagy szeretettel, fogyasszátok el nagy egészséggel, próbáljátok ki, ebbe se fogtok csalódni. Szavaztok, jó egészséget, hamarosan ismét találkozunk.